A Kosárligetben rendezték meg a streetball versenyt, amelyről Fodor Csabát, a Karcagi Sportegyesület kosárlabda szakosztályának vezetőjét kérdeztük. A jó idő és a jó hírverés hatására sok látogató, néző is érkezett a csapatok kísérőjeként. Elsősorban nyilván helyi csapatok vannak, de érkeztek Tiszafüredről, Kazincbarcikáról, Kisújszállásról is nevezők, úgyhogy örömteli. Az elmúlt versenyekhez képest egy kicsit kevesebb a nevezők létszáma, de a program jó, pörgős, úgyhogy minden rendben van. A tavalyi bajnok nincs itt, így nem védi meg a kupát. A nyerésre minden csapatnak egyenlő esélye van. Lehetőség itt van a többi csapatnak. Ugye három kategóriában versenyzünk végül. Ugye van a nyílt kategória, ott a felnőtt csapatok versenyeznek. Van egy középső kategória, ahol a középiskolás korosztály, illetve a serdülő csapat idősebb tagjai versenyeznek, és vannak a mini és gyerek kategória, amit összevontunk a kicsik. A streetballban 3-3 elleni küzdelem zajlik a pályán, a fair play szabályai alapján, amelynek részleteiről is szólt a szakember. 3-3 elleni küzdelem zajlik a pályán, a fair play szabályai alapján. Ugye, hogyha hiba van, akkor szól a csapat. Ilyenkor természetesen a másik csapatnak is joga van azért felülbírálni, de a fair play szellemében zajlanak a mérkőzések. A három pontos érődobás az itt csak kettőt ér, ami kettő pontot érne, az csak egyet ér. A büntető dobás az egyet ér, viszont ugyanúgy, mint a rendes játék esetében. 10 percig zajlik egy mérkőzés, vagy 21 nyert pontig. A legfontosabb valóban az, hogy egy pályára játszanak, úgyhogy minden támadásnál ki kell hozni a három pontos vonalon kívül a labdát, és onnan indulhat a támadás, az újabb támadás.